2014 sok tekintetben a fordulat éve volt a magyar turizmusban. 11 millió külföldi turista 12 millió éjszakát töltött kereskedelmi szálláshelyen. Az összes beutazó külföldi mintegy 1500 milliárd forintot költött az országban. A külföldi keresletet tovább lehetne élénkíteni a jelenleginél nagyobb marketing ráfordítással. Fontos, hogy nem támogatásról van szó, hanem ráfordításról. Jó példa a Forma 1, ahol a kormány elfogadta, hogy a ráfordítás ötszörös megtérülést hoz. Az egész éves beutazó turizmus még nagyobb megtérülést tud produkálni, ha a marketing ráfordításra vetítjük a bevételeket. A turizmus ágazat 100 milliárdot meghaladó adót fizet be áfa, idegenforgalmi adó, iparűzési adó és a bérhez kapcsolódó járulékok formájában. A szakma kéri a kormányzat partnerségét, hogy a turisztikai célelőirányzat 2015. évi összege legyen legalább 10 milliárd forint. A külföldi turisták átlagos tartózkodási ideje több mint 3 nap, tehát éjszakák millióit töltik nem kereskedelmi szálláshelyeken, és ennek csak részben lehet magyarázata a sok tízezer saját tulajdonú ingatlan igénybevétele. Nem vigasztaló, hogy Európa számos országában vendégészakák millióit halásszák el az interneten keresztül kiadott magánlakások. Hasonló fekete piaci jelenséggel küzdenek a legálisan dolgozó taxis cégek, utazási irodák és idegenvezetők is. A szakma kéri a kormány partnerségét, lépjen fel határozottan a feketén szobáztatók, a feketén fuvarozók, a feketén utaztatók és a feketén idegenvezetők ellen. 2014-ben imponáló számokat produkál a belföldi turizmus is. A belföldi turisták tavaly 12 millió éjszakát töltöttek kereskedelmi szálláshelyeken, és 280 milliárd forintot adtak ki turisztikai célra. Az ágazat nagy sikerként könyveli el, hogy 2015-re egyedül a Szép Kártya őrizte meg kedvezményes adózását az évi 200 ezer forintos határ fölött is. 2014-ben mintegy 16,5 milliárd forint értékben fizettek Szép Kártyával szálláshelyeken, és mintegy 4,5 milliárd értékben rekreációs célra, elsősorban fürdőkben. A szakma kéri a kormány partnerségét a Szép Kártya kedvezményes adózásának hosszú távú fenntartásában. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a Szép Kártya jelentőségét, ugyanakkor látni kell, hogy ez egy fizetőeszköz, ami önmagában nem generál turisztikai keresletet. Az összesen 80 milliárdos Szép Kártya költésből csak 21 milliárd jutott turizmusra. A Szép Kártya turisztikai célú felhasználásának ösztönzéséhez, valamint a 260 milliárdot kitevő egyéb belföldi turisztikai költés növeléséhez a jelenleginél jóval nagyobb belföldi marketing ráfordításra lenne szükség. Ennek egyik módja lehetne, hogy a még elfogadásra váró turizmus vendéglátás törvény írja elő az önkormányzatoknak, hogy legalább a beszedett idegenforgalmi adóhoz társuló állami forrást költsék turizmusra, nagyrészt marketingre. A negatív rekorder Budapest, ahol 2011 óta a kerületek szedik be az IFA-t, és a hozzáadott állami forrással együtt úgy költik el a pénzt, hogy nem osztják meg a fővárossal. A beszedett IFA-hoz járuló állami forrás 2013-ban 13 milliárd forintot tett ki. Ezt az összeget kelljen turizmusra fordítani. Ennek egy részéből már biztosítható lenne a belföldi turizmusban kulcs szerepet játszó TDM szervezetek marketing tevékenységének finanszírozása. A szakma kéri a kormány partnerségét, hogy a 2013 végére elkészült Nemzeti Turizmus Fejlesztési Koncepció tovább gondolásával mi hamarabb fogadjon el egy turizmus stratégiát, annak nyomán pedig nyújtsa be az országgyűlésnek a turizmus vendéglátás törvényt. A szállodai bevételek növekedése sajnos nem elegendő ahhoz, hogy ellensúlyozza a költségek növekedését, és hogy kitermelje az európai szinten rendkívül magas adókat. A szakma kéri a kormányzat partnerségét a tavaly elkészült, a századék tanulmányában megfogalmazott új áfa konstrukció bevezetésében. A szállásszolgáltatás áfája tartozon a kedvezményes 5%-os kulcsba. A szállodák vállalják további 6% turisztikai hozzájárulás befizetését egy marketing alapba. Az éves országos mintegy 150 milliárd forint szállásdíj bevétel 6%-a
9 milliárd forint lenne. A tanulmány kifejti, miként lesz az alacsonyabb áfának és a látványosan nagy marketing büdzsének az az eredménye, hogy néhány éven belül nemhogy nem csökken, hanem nő az állam adóbevétele erről a területről. Az államnak nem termel többletbevételt az, hogy az üzleti célú vendéglátás után 92%-os büntetőadót kell fizetni. A megrendelők ugyanis sokkal kevesebbet költenek ilyen célra, mint tették akkor, amikor még adómentes költségként számolhatták el bevételük 1%-át. A szakma kéri a kormány partnerségét, állítsák vissza a költségként elszámolható üzleti vendéglátás a REPI keret intézményét. A Magyarországi Orvosi és Gyógyszerész Konferenciák külföldi szervezői elkezdték lemondani a korábban megrendelt esetenként több ezer fős rendezvényeket egy szerencsétlen szabályozás miatt. Az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége, az FPIA, 2014-ben kiadott etikai kódexe arra kötelezi a kongresszusok megrendelőit, hogy a résztvevőknek nyújtott vendéglátás összeghatárát mindenhol igazítsák az adott országban érvényben levő előírásokhoz. Magyarországon napi 5250 forint, azaz mintegy 16 euró ez a keret, szemben az európai 60 eurós átlaggal. A szakma kéri a kormány partnerségét, a konferenciákra engedélyezett fejenként és naponta 16 eurós keretet emeljék fel a 60 eurós európai átlagra. A kongresszus és incentív vendégek fajlagos költése a szabadidős turistákénak a többszöröse. Mégis várat magára a szegmens fejlesztésének állami előmozdítása. Hosszú évek óta nem indul el a többször megígért turizmusbank, pedig a jelentős beruházásokat igénylő és speciális megtérülési feltételeket mutató ágazat enélkül nem jut megfelelő hitelkonstrukciókhoz. Várat magára a legfontosabb állami beruházás, a nagy befogadó képességű kongresszusi központ felépítése is. A szakma kéri a kormány partnerségét, hogy 2015-ben induljon el a turizmusbank, valamint a 2013-ban elfogadott kormányhatározatnak megfelelően kezdődjön el az új kongresszusi központ építése, és haladéktalanul kezdődjön el a létesítmény piaci bevezetése. Örömteli a turizmus számára is fontos beruházások megszületése. Ilyen többek között a parlamenti látogatóközpont, a Kossuth tér, a 4-es metró, a Várkert bazár, a Zeneakadémia, a Pesti vigadó, az Akvárium, a Bálna, a Tüskecsarnok, a Groupama Arena, a BKK információs rendszere, az Audi Arena, a Nagyerdei stadion és a Diósgyőri vár rekonstrukció. Az örömbe csak annyi üröm vegyül, hogy némelyik beruházás esetén semmilyen előzetes konzultációt nem folytattak a turisztikai szakmával, és így születhettek olyan megoldások, mint például a parlamentnél, ahol a létesítményt gyakorlatilag nem lehet megközelíteni turistákat szállító busszal. A szakma kéri a kormány partnerségét, hogy az ilyen léptékű beruházások, például a Liget projekt tervezésekor adjon konzultációs lehetőséget. Még nincs késő közbeavatkozni, hogy a középfokú szakmai oktatásban 2015. szeptemberében ne lépjen életbe több, anyagilag és munkaerőben is teljesíthetetlen rendelet. Az egyik ilyen a mestervizsga megkövetelése a vendéglátóipari gyakorlati oktatóhelyeken. A másik ilyen, hogy az úszodamesterek OK-i és képzéssel rendelkezzenek. A szakma tud ajánlani olyan megoldást, amely reálisan kivitelezhető, és közben nem veszélyezteti sem az oktatás, sem az üzemeltetés minőségét. A szakma kéri a kormány partnerségét ezeknek a nem életszerű rendeleteknek a módosításában. A GDP-hez, valamint a foglalkoztatáshoz való hozzájárulása okán van olyan fontos a turizmus ágazat, hogy kiemelt kormányzati figyelmet kapjon. Mégis születnek olyan döntések, amelyek hátrányosan érintik az ágazatot. Például évközben emelték meg a parlamenti látogatás díját, vagy néhány nap alatt derült ki az új autópálya díjak bevezetése, és a szakma előrejelzése szerint forgalomkiesést hoz majd a vasárnapi zárvatartás bevezetése. A szakma kérése, hogy jöjjön létre egy állandó és bizonyos jogosítványokkal felruházott egyeztető fórum. Ez a fórum a mindenkori kormányzatnak lehetőséget adna, hogy meghallgassa a szakma észrevételeit, tanácsait, és arra is, hogy ismertesse a szakmával a kormány gazdaságpolitikai szempontjait.
ami a turizmusnak jó, az az egész országnak jó.